Három év munka után átadták a Szovátai Teleki Oktatási Központ épületét. Az új központban tanúszoda, egy sósvízű és egy hidegvízű medence, pezsgőfürdő, többfajta szauna, de napozó és kilátó teraszok is vannak. Adja Isten, hogy ne csak a vízben, hanem a boldogságban is ússzanak mindazok, akik ezt a központot fogják használni. A Szovátai Történelmi Egyházmegyék áldásával, majd ünnepélyes szalagvágással adták át a teljesen felújított Szovátai Teleki Oktatási Központ épületét, amely ráadásul több tanúszodával és wellness központtal bővült. Évekkel ezelőtt a központ felújítását a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége kérvényezte, amely magyar állami támogatással valósulhatott meg. Három év küzdelem után jó nyugodtnak lenni, most már talán megnyugszom. Ezt a napot vártam, őszintén megmondom, de még inkább vártam a szerdai napot, amikor hivatalosan a közegek, a hatóság átvette már, az a szakmai átvétel, az volt az igazi vizsga, és az is hál' Istennek jól sikerült. És ma ugye az ünnepélyes átadás volt, ez felemelő, ez más jellegű. Hozzátette, mindenki egy emberként vett részt a munkában. A Teleki Oktatási Központot a Romániai Magyar Pedagógus Szövetségnek az országos módszertani központjaként tartják számon. Emellett most a felújítás után úszóleckék helyszíne is lehet a környék iskoláiban tanuló gyermekeknek. Itt volt először is egy felelősségvállalás, amikor elkezdték a tervezést, illetve hogy lesz fenntartva, hogy a környékbeli településekről a gyerekeket úszás tanítás céljából az önkormányzatok ide fogják járatni, illetve ennek a költségét némiképp fogják támogatni. De meggyőződésem, hogy ez annyira jól sikerült ez a beruházás, figyelembe véve a Teleki Oktatási Központban is eszközölt felújításokat, hogy ez egy prémium turisztikai szolgáltatás is lesz. A medencéket elsősorban a Szovátai Domokos Kázmér szakközépiskola diákjai próbálhatták ki, de hamarosan megnyitják a székelyföldi fiatalok és pedagógusok előtt is. Hamarosan elkezdődnek itt az úszásoktatások is, ugye, és bízom benne, hogy április folyamán a nagy közönség számára is, ugye itt hosszú hétvégék következnek a húsvét. Valamelyik hosszú hétvégét fogjuk belőni, úgymond egy következő ünnepi pillanatnak, amikor a nagy közönség számára, Szováta város lakói számára, illetve az ide látogató turisták számára is lehetővé tesszük, hogy létesítményt igénybe vegyék. A jegyek és bérletek tervein most dolgozik a Teleki Oktatási Központ vezetősége, különböző hétközi és hétvégi bérlettel, napi jegyekkel, reggeli úszó bérlettel kedveskednek majd a közönségnek.